Egy-ketten már itt vagytok, és hallotok is. Jó, hogyha küldtök ilyen emojit, vagy írtok kommentben, akkor ezt én tudom, hogy és külditek. Szuper, sziasztok! Köszönöm, hogy itt vagytok ilyen késői órán. Minden oké, és hang jó, kép jó. Szuper, oké, rendben. Akkor bele is fogok vágni ezen a ponton, aztán közben még sziasztok! Jaj, de jó látni itt! Ismerőseket, ismeretleneket. Oké, köszi. Jönnek a visszajelzések. Nos, akkor én belevágok, hogyha bármi internet megszakadás, hangelmenés, akármi történik, akkor szóljatok, és akkor megpróbálok vele valamit kezdeni. Szóval, sziasztok! Én Rácz Anna Zsófia vagyok, Rajzs néven futok. Sziasztok! Abba hagyom a köszöngetést egy ponton. Amit érdemes rólam tudni egy első körben, hogy egyéni konzultációkkal, illetve pár- és családterápiákkal foglalkozom, és főként ezek inspiráltak engem arra, hogy készítsek egy ilyen live videót, ahol még találkozhattatok velem az különböző rádiók, a Trend FM-en vagy a Manna FM-en, illetve most a jog és pszichológia oldalán fog megjelenni egy cikkem, azon kívül, hogy amúgy is szoktam megjelengetni a saját platformjaimon értelemszerűen. Oké. Ugye, hogy hogyan fog kinézni ez az egész mai live, körülbelül egy 30 perces live-ot terveztem, nyugodtan kérdezzetek közben kommentben, valószínűleg a végén fogok rá válaszolni, jó, de attól még ne tartsátok magatokban a kérdéseket, nyugodtan jöhetnek. Én mesélek, hogyha közben eszetekbe jut valami, akkor írjátok be, és aztán majd vissza fogom ezt nézni. Közben azért nézek félre, mert ott azért nyilván van egy jegyzetem, hogy én magam is tudjam követni, hogy miket akarok elmondani. Jó, hogy miről lesz szó? Ugye alapvetően az önértékelésről fogok nektek mesélni, annak a kialakulásáról, hogy mi befolyásolhatja azt, illetve arról, hogy miért fontos az, hogy saját magunkkal elfogadóak legyünk, illetve együttérzőek, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a barátainkkal azok szoktunk lenni. A célja ennek az egész videónak egyrészt az, hogy kapjatok olyan gondolatot, amit magatokkal vihettek, és morfondírozhattok rajta a későbbiekben. Szóval szeretném, hogyha ez egy gondolatébresztő lenne. Másrészt a végén fogok majd olyan gyakorlatokat mondani, olyan feladatokat, amit, hogyha van kedvetek, akkor megcsinálhattok, és ez mondjuk erősíteti az önbizalmatokat, meg mindenféle praktika fog érkezni. És ami még emellett nyilvánvalóan cél, hogy pszichológiai témát közérthetően hallhassatok. Igen, értelemszerűen nem én írogatok közben nektek, hanem jó barátom Viktor, aki segít, és akkor ő közben fog mindenféle tartalmat beküldeni, vagy hogyha valamilyen problémátok van, akkor ő tud rá reagálni addig, amíg én mesélek nektek. Oké. Ugye a live-nak a címe az volt, hogy önszeretet, és hogy az volt a kérdésfeltevés, meg a nyitó gondolat, hogy az orrunk formájával azért ugye alapvetően nem vagyunk elégedettek. Ez nagyon tetszett ez a gondolat, mert hogy az orrommal én is küzdök, de hogy még tudom, hogy a környezetemben sokan mások, és itt hát nyilván nem az orra lényeg, hanem az, hogy nagyon-nagyon sokunknak van olyan külső vagy belső tulajdonsága, amivel elégedetlen. Ez egy nagy közös bennünk, és nagyon sokan küzdenek azzal, hogy az önértékelésükön dolgozzanak. Van egy olyan jelenség, amit nagyon sokszor tapasztalok klienseimnél is a környezetemben is, hogy az emberek a tökéletességre törekszenek, és mindig a maximumot szeretnék kihozni magukból, aminek nyilván van egy jótékony hatása, ugyanakkor én azt is gondolom, hogy egy jó nagy terhet rovunk magunkra azzal, hogyha mindig minden áron a tökéleteset szeretnénk, meg azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem is egy fenntartható állapot. Pillanatképként alkothatunk tökéleteset, de hogy hosszú távon nem fenntartható ez. És én évekkel ezelőtt találkoztam az elég jó anya fogalmával, és én azóta az életemben igyekszem az elég jó koncepciót képviselni, elmondom, hogy ezzel mire gondolok. Az elég jó anya Winnicott fogalma, és az a lényege, hogy ne tökéletes anyák akarjunk lenni. Figyeljünk oda a gyerkőt szükségleteire, nyilván teremtsünk neki biztonságot, és következetesen elégítsük is ki az ő szükségleteit, ezzel nyilván biztosítva az ő biztonságos kötődését.
de hogy emellé férjen bele az, hogy a saját szükségleteinkre is odafigyeljünk, akár úgy, hogy mondjuk a gyerkőc minimális frusztrációt megél, nyilván nem kell nagyon frusztrálni senkit, de hogy az volt a lényeg, hogy valamilyen egyensúly alakuljon ki abban, hogy a gyermek szükségleteire mennyire figyel az anya, és hogy saját magára. És én azt gondolom, hogy ez az elég jó teljesítmény, vagy ez elég jó kapcsolatok azok, amikre érdemes az életünkben lőni, mert megkíméljük magunkat egy csomó szorongástól ezáltal, meg azért is, mert ez azt hiszem, hogy reális is. És hogyha már a szükségletekről volt itt szó, akkor nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, kíváncsi vagyok. Szeretném, hogyha ez a live egy picit interaktívabb lenne, mert az, hogy magamat nézem, az elég unalmas most már így egy ideje, úgyhogy majd szeretném kérni, hogy reagáljatok. Szóval van egy ilyen jelenség szerintem, hogy önzőnek érezzük magunkat akkor, hogyha a saját szükségleteinket is beemeljük valamilyen kapcsolatunkba. Itt arra gondolok, hogy nagyon-nagyon sokszor másokra figyelünk, arra, hogy az ő vágyaik teljesüljenek, akár ha a párkapcsolatotokra gondoltok, családi kapcsolatok, a munkahelyeteken, a baráti kapcsolataitokban. Úgyhogy most arra kellett titeket, hogyha ismeritek ezt az érzést, és szoktátok magatokat önzőnek érezni akkor, hogyha magatokra is figyeltek, akkor küldjetek be egy like emojit, mert kíváncsi vagyok, hogy ismerőse ez az érzés, vagy hogy az önzés meg szokott-e nálatok jelenni, mint érzelem. Oké. Okay. Jó, reagáltok, közben egy kicsit mókolt. Jó, szóval nem ismeretlen ez a jelenség. Na, és az a baj, hogy csak kicsit lassan érkeznek, meg most már dübörögnek. Szóval az a baj, hogy sokszor tapasztalom azt, hogy akkor, hogyha valaki a saját szükségleteit a háttérbe szorítja hosszú távon, akkor még az is megtörténhet, hogy teljesen elveszti az identitását mondjuk egy párkapcsolatban. Szóval teljesen megértem azt, hogyha valaki azt mondja, hogy a gyermeke vagy a párja a szükségleteit helyezi előtérbe, és saját magát háttérbe szorítja, de hosszú távon ennek azért nagyon káros hatásai is lehetnek, és sokan eszmélnek 10 év után arra, hogy jó, oké, rendben, de hogy hol vagyok én ebben az egész kapcsolatban, vagy ebben a családban, mint rendszer. Úgyhogy ebben is azt tudom mondani, hogy az egyensúly a lényeg, és törekedjetek arra, hogy saját magatokra is ugyanannyira figyeljetek, vagy legalább annyira, mint másokra. Ez az egész live most igazából azt fogja szolgálni azon túl, hogy az önértékelésről mesélek, meg az ennek a kialakulásáról, hogy miért fontos magunkra figyelni, hogy egy picit nagyobb fókusz kerüljön az énre, az életetekben, és ezzel is egy picit hatékonyabb életvezetést tudjatok megalkotni magatoknak. Na, és akkor az önértékelés. A következő nagyobb témánk. Ugye mit nevezünk önértékelésnek? Nyilván mindannyian rendelkezünk egy nagy adag tulajdonsággal, legyen ez külső vagy belső, és az az érzés, amit érzünk a mi tulajdonság csomagunk iránt, azt nevezzük önértékelésnek. Tehát, hogy én hogyan érzek azzal kapcsolatban, mondjuk őszintének tartom magam, de közben nagyon sokszor nagyon nyersnek. És akkor ez alapján elhelyezzük magunkat egy olyan skálán, hogy mennyire vagyunk mi jó emberek, vagy mennyire vagyunk mi rossz emberek. Most azt szeretném kérni, hogy kommentbe írjátok meg nekem, hogy mit gondoltok, hogy mi az, ami befolyásolja az ember önértékelését. Hogyha van kedvetek, persze nem erőszak. Kicsit lassan érnek ide hozzám a kommentek, de azért figyelek. Szóval mik azok a történések az életünk során, amik befolyásolják azt, hogy milyen lesz a mi önértékelésünk. Van erről gondolatotok? Egy picit várok. Oké, tovább nem várok, mert én egy türelmetlen ember vagyok, és ezzel kapcsolatban az az érzésem, hogy ez sokszor nem jó. De elmesélem nektek aztán közben, hogyha negatív vélemények, oké. Okay. Igen, kicsit lassú a reakció ideje, ha nem tudom minnek, de akkor így érkeznek a gondolatok, így van a külső visszajelzés. És a társas viszonyítás, így van. Tök jókat írtok. Igen, oké. Okay. Jó, szuper, kezdjük az alapoknál. Ugye az elsődleges, ami meghatároz minket, az az, nem lesz meglepetés valószínűleg, hogy a szüleink hogyan viszonyultak hozzánk. Szülőktől kapott indító csomag, így van, így is nevezhetjük. Szóval akkor, hogyha a szüleink biztonságot teremtettek, következetesen reagáltak a mi igényeinkre, és kielégítették azokat, akkor bennünk kialakult egy jó magabiztosság gyermekkorunkban,
és ezzel tudtuk megkezdeni a mi kis szocializációnkat. Viszont vannak azért olyan esetek, amikor ez nem így alakul, erre mindjárt kitérek, és az, hogyha a szülők mondjuk elhanyagolóak, az hathat úgy azon értékelésünkre, hogy az bizony alacsony lesz. De nyilvánvalóan utána hatnak rá a társas közegeink, a visszacsatolások, a társas összehasonlítás. Mondok példákat. Mondjuk abban az esetben, ahogy mondtam, a szülő elhanyagoló vagy nem következetes, akkor annak lehet eredménye alacsonyan értékelés, vagy annak, hogyha mondjuk elválnak a szülők, és ez nem egy szép válás, hanem ez egy csúnya válás. Ugye ez eléggé tankönyv, nagyon sokszor elvált szülők gyerekei érzik magukat értéktelennek, vagy gondolják azt, hogy az ő hibájuk, hogy az egyik szülő elment a családból. És hogyha ez nincsen megfelelően lekommunikálva a gyerkőc felé, akkor ez hosszú távon kiválthat egy értéktelenség érzést. Hogyha elhanyagolás van és nem reagálnak a gyerek szükségleteire, akkor az hosszú távon okozhatja azt, hogy ő azt fogja gondolni felnőtt korában is akár, hogy az ő szükségletei nem fontosak, azok másodlagosak vagy harmadlagosak. Ha tovább megyünk és mondjuk az iskolai közeget nézzük, ott is azért attól függ, hogy szerencsénk volt-e, de hogy nagyon sokszor a tanárok is befolyással vannak arra, hogy hogyan gondolkozunk magunkról, hogy ők a potenciált látják bennünk, vagy azt mondják, hogy mi semmire sem fogjuk vinni. Most ha az én kémia tudásomból indultunk volna ki, és azzal foglalkoztam volna, hogy a kémia tanár hogyan vélekedett erről, akkor ez alakulhatott volna nagyon máshogy is. Szóval ebben is szerencsésnek kell lenni, akkor utána nyilván jön az, hogy kívülről még milyen visszajelzéseket kapunk. Ott van a társadalom hatása, ezt sem kell szerintem túlmagyaráznom. A social media felületek és minden gyakorlatilag tökéletes nőket, tökéletes férfiakat mutat, tökéletes anyákat, akik a Maldív-szigeten ülnek, és nyilván az ő gyermekük azt a 12 órás repülőutat nem sírta végig, úgy, mint mondjuk a mi gyerekünk végig sírná, szóval nagyon-nagyon sok olyan jelzés jön, tehát a társadalom is nagyon nyomja ránk azt, hogy tökéletesnek is kell lenni, és akkor ehhez képest nagyon gyakran leértékeljük saját magunkat. És hát a sikerek és a kudarcok, meg az, hogy ezeket hogyan kezeljük, milyen a kudarckezelésünk és társai, de most a kudarckezelésbe már nem fog belemenni, szóval nagyon-nagyon sok minden formája, kapunk egy alapot a szüleinktől, és akkor erre épülnek különböző élmények és tapasztalások, és majd az egész live-nak a végén fogok mondani nektek olyan gyakorlatokat, amikkel dolgozhattok ezeken a témakörökön. Oké. Ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek kérdezni, akkor azt nyugodtan dobjátok be. Oké. Nagyon sok mindent meg tudunk tenni azért, hogyha mondjuk magas az önértékelésünk, akkor ezt megőrizzük. Ugye különböző torzításokat alkalmazunk, kifogásokat keresünk, megmagyarázzuk, hogy mi miért úgy viselkedtünk, ahogy egy adott helyzetben. Van például egy ilyen érdekes jelenség, hogy a saját viselkedésünket azt jellemzően egy környezeti hatásra adott reakcióként értelmezzük, míg más viselkedését nagyon sokszor inkább egy személyiségvonáshoz társítjuk. Elmagyarázom, hogy itt mire gondolok. Mondjuk megyünk a dugóban, és ránk dudál valaki, akkor nem azt fogjuk mondani, hogy mi ügyetlenül vezetünk, hanem azt fogjuk mondani, hogy az a másik ember egy bunkó. Mert hogy mi csak, nem tudom én, félünk, mert nagyon bizonytalanok vagyunk, és a környezet így hat ránk, viszont az, hogy ő ránk dudált, az azt jelenti, hogy hát ő egy bunkó ember. Pedig simán lehet, hogy a gyerek átnyúlt és megnyomta a dudát, vagy simán lehet, hogy csak neki is rossz napja van, de hogy alapvetően ezért sok mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy saját magunkat azért pozitívabb színben tüntessünk fel saját magunk előtt. Na de olyan is van, hogy ez nem így van. Olyan is van, hogy leértékeljük saját magunkat, amiatt a rengeteg minden inger miatt, amit kapunk, és nagyon sokszor a mérlegelés itt a lényeg, meg az összehasonlítgatás. És így jön ide az együttérzés saját magunkkal, mert hogy úgy tudjuk ezt az egész önértékelési kérdést egy picit a helyére pakolni, hogyha saját magunkkal is nagyon együttérzően viselkedünk. Képzeljük hát el azt, hogy találkozunk egy barátunkkal, mert őt valami nagy csalódás érte, kirúgták a munkahelyéről, szakított vele a párja, vagy elhagyta a lakáskulcsát, és most nem tud bemenni, ilyet is ismerünk, és teljesen kétségben van esve, mert mondjuk beejtette a liftaknába. Hallottam ilyet. Oké. Találkozunk vele, leülünk most egy nyitott teraszra, és az a kérdés, hogy ugye hogyan viszonyulunk hozzá. Ha tippel nem kéne, akkor többnyire empatikusak lennétek, odafordulóak, hogyha nagyon szenved, akkor együtt is sírnátok velük. Szóval akkor, hogyha egy szerettünk szenved, akkor az ő irányába elképesztően együttérzőek tudunk lenni,
Viszont ez közel sincsen így saját magunkkal, sok esetben sajnos. Ugye azt nem szeretjük, hogyha átlagosak vagyunk. Tehát, hogy valamiben szeretnénk mindig kiemelkedőek lenni. És hát ezzel az a probléma, hogy összehasonlítgatjuk magunkat ugye másokkal. Lehet ennek kettő útja. Az egyik az az, hogy másokat leértékelünk, és saját magunkat fel, és a narcisztikus vonulatainkat erősítjük magunkban. Viszont ugye, ahogy az előbb mondtam, lehet az is, hogy saját magunkat értékeljük le, és ennek az egésznek a megoldása az az együttérzés lesz saját magunkkal. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Az egész amúgy fejben dől el, szóval a tudatosság meg az önismeret a kulcs, ezt valószínűleg még sokszor el fogom mondani ez alatt a live alatt, mert hogy nyilván hazabeszélek, és azt gondolom, hogy az önismeret az az egyik legfontosabb dolog. De hogy amit megtehetünk, az az, hogy a hasonlóságokat erősítjük saját magunkban, és nem a különbségekre fókuszálunk. Tehát itt arra gondolok, hogy nem idealizáljuk azokat az embereket, akiket mondjuk az Instagramon látunk, és nem azt keressük, hogy mi az, amiben mi eltérünk tőlük, hanem inkább onnan közelítünk, hogy mindannyian emberek vagyunk, és hibázni az nagyon-nagyon emberi. A tökéletesség az pedig egy illúzió. És akkor, hogyha találunk kapcsolódási pontot azokkal, akikre mondjuk felnézünk, akkor már is nem a leértékelés ez, amivel saját magunk felé fordulunk. És ez a fajta együttérzés nagyon fontos, amit magunk felé tanúsítunk, ez nem azt jelenti, hogy meggyőzzük magunkat arról, hogy jobbak vagyunk, mint mások. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a kedvességgel és elfogadással fordulunk magunk felé, mint mondjuk azt tennénk egy barátunk felé. A másik az pedig a mindfulness, ez ugye egy ilyen felkapott fogalom. Az a lényeg, hogy próbáljunk meg a jelenben maradni, és akkor, amikor beindulnak azok az automatikus gondolatok, amik bennünk vannak, ha mondjuk kiejtünk a kezünkből valamit, és beindul, hogy mennyire ügyetlenek vagyunk, vagy mennyire bénák, akkor próbáljuk meg azt realizálni, hogy ezt most saját magunknak okozzuk, azt a szenvedést, meg azt a rossz érzést, amit átélünk. Szóval minél inkább fókuszáltabbak vagyunk arra, hogy mi történik a jelenben, annál hatékonyabbak tudunk lenni. És akkor most kérdezek tőletek még egyet. Fogalmam sincs, hogy milyen emojikat tudtok beküldeni, úgyhogy tippelni fogok. Szóval szerintetek mivel lehet jobban motiválni? Azzal, ha valaki kritikus, vagy azzal, ha valaki kedves? Hogyha azt gondoljátok, hogy azzal, hogyha valaki kedves, akkor mondjuk küldjetek egy szívecskés emojit, mert az tuti van. Ha meg azzal, hogy kritikus, akkor valamilyen szomorút. Nagyon remélem, hogy van szomorú. De ha nincs szomorú, akkor legyen a like. Szóval mivel lehet inkább motiválni az embereket? Akár egy munkahelyi helyzetben is. Azzal, hogyha kedvesek vagyunk, és megerősítjük, vagy azzal, hogyha kritikusak vagyunk? Egy kicsit szuggesztív a kérdés. Igen. Oké. Jó, jön itt mindenféle. Azzal, hogyha kedvesek vagyunk. Szóval a támogatás, az együttérzés, a megértés, az valahogy így, mint a mesékben, az mindig egy kicsit győzedelmeskedik. És ezt saját magunk felé nem szoktuk gyakorolni. Szóval olyan, mintha azt gondolnánk, hogy akkor, hogyha kritikusak vagyunk magunkkal szemben, akkor hajtjuk magunkat valamilyen cél felé igazán jól, és közben meg ez nem így van. Közben meg, hogyha egy barátunk odajön, és van egy új álma, és szeretné megvalósítani, akkor sem azt mondjuk neki, hogy ő miben rossz, és mi az, ami miatt biztos, hogy nem fog neki sikerülni, hanem valószínűleg lelkesek leszünk, és támogatni fogjuk még azzal együtt is, hogy felvetünk reális kérdéseket a sikeresség kapcsán. Na, szóval csak azt szeretném elmondani ezzel az egésszel, hogy próbáljátok meg tudatosabban viszonyulni saját magatokhoz, és akkor, hogyha jönnek ezek a kritikus gondolatok, és elindulnak ezek a körök a fejetekben, akkor azokat próbáljátok meg megállítani, értelmezni, hogy mi történik az adott helyzetben, és hogyha frusztrálódtok attól, hogy mondjuk más mennyire jó, akkor ezt a hasonlítatást is próbáljátok meg abba hagyni. Oké. Nagyon aktívak vagytok, ez nagyon nagy öröm nekem. Én ezt most csinálom először, úgyhogy még szokom ezt a sok impulzust, amit ér. Jó. Nem tudok nem párkapcsolati vonalról is egy picit említést tenni, mert hogy nyilván ez nekem egy ilyen fontos irányom. Azt gondolom, hogy azon túl, hogy arra törekszünk, hogy egyéni szinten jobban legyünk magunkkal, tudjuk szeretni magunkat és elfogadni, az is fontos, hogy egy kapcsolatban tudjuk képviselni saját magunkat. Én ezt már az elején itt pedzegettem ennek a videónak, hogy sokszor látom azt, hogy az emberek hajlamosak a saját magukat háttérbe helyezni mondjuk a partnerük kedvéért,
de hogy ennek hosszú távon lehetnek káros hatásai. Mondok konkrét példákat, hogy miért fontos erre odafigyelni, például a határhúzásra. Azért, meg a saját igényeink érvényesítésére, mert ez befolyással lehet mondjuk a szexuális életünkre. Vagy befolyással lehet arra, hogy hogyan töltjük a szabadidőnket. Úgyhogy az van, hogy nagyon fontos definiálni, hogy mi miben érezzük jól magunkat, nekünk mire van szükségünk, mennyi igényünk van a másik jelenlétére, mennyi az a kontroll, amennyit elviselünk, és mennyi az a szabad tér, amennyit szintén elviselünk. Tehát oké nekünk, hogyha valaki nézi a telefonunkat. Oké, hogyha beleszól abba, hogy hova menjünk el. Én ezekre azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy hova menjünk a barátainkkal, és mikor menjünk a barátainkkal. Szóval csak azt szeretném mondani, hogy nagyon régre visszanyúlik az, hogy tehát gyermekkorunkból hozhatjuk azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy az, amit mi szeretnénk, az nem annyira fontos, de hogy közben meg azt szeretném megerősíteni mindenkiben, hogy az igenis fontos, és nyilván van ennek egy ilyen határa, meg egy egyensúlya, meg a kompromisszumra törekvés a lényeg. Csak azt mondom, hogy a kontroll visszanyerése egy kapcsolatban az nagyon-nagyon kulcs lehet. Okés. És akkor most már lassan a vége felé kanyarodunk. Amit még szeretnék elmondani, az a céloknak a fontossága. Szóval, hogyha az a kérdés, hogy mit tehetünk még annak érdekében, hogy egy hatékonyabb életvezetésünk legyen, és hogy mi boldogabbnak érezzük magunkat, akkor az a céloknak a kitűzése. Ugye a célok azok motiváltan tartanak minket, előre visznek, és akár rövid, akár hosszú távú célok lebegnek előttünk, azért az mindig hasznos. Akkor, hogyha ücsörgünk egy ilyen viszonylagos állóvízben, az is oké lehet egy darabig, mert hogy mondjuk pihenünk, de én azért mindannyiótokat arra bíztatlak, hogy legyenek előttetek kitűzött célok. Jó, no, és akkor mondok egy pár gyakorlatot, így záróakkordként, vagy feladatot, amit, hogyha van kedvetek, akkor nyugodtan csináljatok meg ezután a videó után, vagy hogyha lesz a napotokban egy fél óra, amikor ezt meg tudjátok tenni. Ez is amúgy egy olyan érdekes dolog, hogy egy csomó embernek nincs fél órája a napjában arra, hogy saját magával tudjon foglalkozni, és ez is egy feladat, hogy teremtsetek, ahol csak ti vagytok, és ez nektek fontos. Oké. Akkor az első hasznos dolog az önismeret erősítése. Teljesen mindegy, hogy ezt könyvekből szeretnétek megszerezni, vagy videókból, vagy szakemberhez fordultok, de azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés azon az úton, hogy mondjuk az önbizalmatokat, az önértékeléseteket erősítsétek. Akkor vegyetek a kezetekbe egy füzetet, egy Excel táblát, vagy egy rajzlapot, teljesen mindegy, kinek mi a komfortosabb, és gyűjtsétek össze, hogy mik azok az értékek, amik mentén nektek, azok az értékek, amik fontosak az életetek során, mondjuk az őszinteség, úgy látszik majd a kedvenc szavam, vagy mondjuk az egyenjogúság, vagy mondjuk a hitelesség. Ez azért jó, mert ez egy iránytű nektek, akkor, hogyha mondjuk elvesznétek egy kapcsolati konfliktusban, vagy csak amúgy is jó ránézni, amikor az ember kicsit motiválatlan, vagy elveszettnek érzi magát, és ugyanígy gyűjtsétek össze az erősségeiteket is. Ez nagyon hasonló ahhoz, amit a klienseimnek szoktam adni feladatnak, és ezt utálják a legjobban, és igazából ez inspirált a legjobban erre a videóra, amikor azt kérem őket, hogy gyűjtsék össze házi feladatként, hogy mi az, amit szeretnek saját magukban. És nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy ez nehéz. És hogy közben meg azt gondolom, hogy mindenki különleges, akivel együtt dolgozom, meg akik ezt nézik, szóval, hogy ez nem baj, hogyha gyakoroljuk, hogy ezt összegyűjtjük, és ránézünk, és aztán büszkék vagyunk. És ahogy mondtam, ezt megtehetitek egy papírlapon, vagy megtehetitek tényleg egy Excel táblában is, egy táblázatban, vagy ha van kedvetek rajzolni és alkotni, akkor lefesthetitek, vagy kivághattok képeket, és csinálhatok egy montást. Az a lényeg, hogy ez szülessen meg, és legyen ott veletek, és tudjatok ránézni akkor, amikor szükséges. Ez nekem is megvan, amúgy itt ki van ragasztva, és akkor, amikor gondolkozom így az életemben, akkor rápillantok, mert hogy nem csak ezek a dolgok szerepelnek az én kis rajzlapomon, hanem a céljaim is, és ez a következő, amit javaslok. Volt egy pont, amikor én is leültem, és azt éreztem, hogy kicsit el vagyok veszve, és összegyűjtöttem, hogy oké, akkor milyen erősségekre tudok támaszkodni, és mik azok a célok, amik felé hajtok. Szóval tűzzetek ki nyugodtan fél évre, egy évre előre, több évre előre célokat, amiket el akartok érni, mert akkor, hogyha higgyétek el, hogy akkor, hogyha már leírjátok, akkor már ott úgy nem lehet ezeket a dolgokat annyira elmismásolni. Jó, írjátok össze nyugodtan azt, hogy mire vagytok büszkék, amit eddig elértetek, ez is egy jó önbizalomerősítő gyakorlat, és kérjetek visszajelzést a szeretteitektől is, hogy mi az, ami miatt ők büszkék rátok. És az utolsó gyakorlat pedig,
mutassam meg az erősségtáblámat? Hát ez az enyém, azt nem mutathatom meg. És az utolsó pedig, amit javaslok, az az, hogy gyűjtsetek össze olyan töltődő tevékenységeket, ami csak rólatok szól. Szóval itt nem arra gondolok, hogy kirándulás a család, de biztos az is nagyon töltő, de hogy törekedjetek arra, hogy olyanokat írjatok fel erre a listára, ami csak nektek jó. Egy kertfürdő, egy séta, egyedül elmenni egy étterembe, elolvasni egy könyvet, megnézni a kedvenc sorozatomat, ezek lehet elvégezni, mint valamilyen képzés, szóval ezek lehetnek kicsi dolgok, nagyobb dolgok, teljesen mindegy. Azt javaslom, vagy azt adom nektek házi feladatnak, hogy írjatok össze 12-t, és hogyha van kedvetek, akkor egyet minden hónapban építsetek bele az életetekbe, és akkor gyakorlatilag egy éven keresztül garantáltan fogtok olyat csinálni, ami nektek jót tesz, amivel szeretitek saját magatokat. Úgyhogy ezeket a tippeket, gyakorlatokat hoztam, és igazából ez a vége most ennek a mai live-nak, illetve hát el kellene olvasnom a kérdéseket, amiket küldtetek, és el is tudom, ami szuper. Oké. Ha egy barátunknak rettenetesen alacsony az önértékelése, és mindig kisütő, akkor hogyan segítsünk neki? Jó, oké. Ha valamelyik kérdést nem látom, akkor bocsi, akkor majd arra utólag válaszolok írásban. Oké, jó a kérdés, attól függ, hogy mennyire alacsony, hogyha ha azt érzed, hogy ezen már te nem tudsz, tehát nyilván az van, hogy azokat a visszajelzéseket, amiket kapunk, azokat magunkénak kell érezni. Hogyha valaki ezt folyamatosan elutasítja, akkor az már egy olyan szint, amikor neki valószínűleg valamilyen nagyobb feladata van ezzel a témával. Plusz az is van, hogy nyilván csak külső visszajelzésből nem tudunk táplálkozni. Tehát az azért nem elég, belülről is meg kell élnünk azt, hogy mi mondjuk valamiben jók vagyunk. Úgyhogy én azt tudom javasolni, hogyha nagyon-nagyon kis hitű mindig, és nagyon alacsony, akkor én azt mondom, hogy vagy ilyen témájú önismereti könyveket adnék, vagy javasolnám, hogy forduljon esetleg szakemberhez, hogyha erre persze nyitott. A kezemet látjátok. Ja. Hol a határ az együttérzés és az önsajnálat között? Elég vékony a penge, nem? Nagyon jó, igen. Igen, szóval itt azért bejön egy picit így a megküzdés is ebbe a témakörbe. Hogy én azt gondolom, hogy ha az együttérzés átfordul egy szintig önsajnálatba, azzal sincsen baj, mert hogy meg kell engedni magunknak azt, hogy érezzünk dolgokat, hogy együtt legyünk mondjuk azzal a sajnálattal, amit saját magunk iránt érzünk. Hogyha ez valamilyen formában kijön belőlünk, sírás, kiírjuk magunkból, kiénekeljük, kibeszéljük a barátainkkal, akkor az egy tök jó dolog. Nyilván ennek határt kell húzni. Ahhoz, hogy határt tudjunk húzni, ahhoz egy elég erős tudatosságra van szükség, hogy tudjuk azt, hogy mikor elég, mert tényleg valóban könnyű belecsúszni abba, hogy huzamosabb ideig ebben benne maradunk. És itt jön a képbe a megküzdésünk. Az, most ezt akkor itt röviden megpróbálom elmondani, többféle elmélet létezik, hogy milyen típusú megküzdések vannak. Az egyik az érzelemközpontú, a másik a problémaközpontú. Ez az egyik elmélet. Akkor, hogyha valaki problémaközpontú megküzdéssel rendelkezik, vagy erre hajlamos, akkor ő gyakorlatiasabb, a cél felé megy, rögtön megoldásokkal jön. Az ilyen beállítottságú embereknél ritkább az, hogy hosszú ideig bele tudnak ragadni az önsajnálatba. Ha valaki érzelemközpontú megküzdéssel bír, akkor ők hajlamosabbak, és náluk az is megjelenik, hogy a negatív érzéseiket, amik ebből a mondjuk kihívásból fakadnak, ami miatt ők szenvednek, a szorongást okoz nekik, és azt nem annyira mondjuk alkohollal oldják, vagy valamilyen szerrel. Szóval, hogy az érzelemközpontú van az, hogy legalább kijön, viszont ott ritkásabb az, hogy a megoldás felé halad valaki. Úgyhogy így hol a határ, azt nehéz megmondanom, de hogy kívülről mondjuk azért, hogyha ezt látjuk valakinél, barátunknál, szerettünknél, akkor nyugodtan beszélgessünk vele, és próbáljuk meg őt átlendíteni. Oké. Ilyet kellene gyakrabban csinálnom. Köszönöm! Jó! Érdemes összeszedni azt is, miben vagyunk gyengék, miben szeretnénk fejlődni? Abszolút! Nagyon jó a kérdés, Réka, köszönöm! Hogyne, persze! Csak most itt ez a live, ez most az önértékelésre fókuszált meg arra, hogy hogyan lendítsük feljebb az önbecsülésünket. Igen, érdemes, de hogy azt gondolom, hogy ezt mondjuk nem árt, hogyha valaki olyannal csináljuk, aki akár coach, akár pszichológus, mert hogy ebbe azért bele lehet süllyedni, hogyha az ember ott így sorolgatja sokáig a gyengeségeit. A fejlesztendő területek
ezekben az a, akkor jó felsorolni őket, hogyha azon akarunk elkezdeni gondolkozni, hogy ezeket hogyan oldjuk meg, és hogyan fejlődjünk benne. Szóval, hogyha ez egy ilyen konstruktív céllal történik ezeknek az összegyűjtése, akkor abszolút érdemes. Oké. Szóval, köszönöm a pozitív visszajelzéseket, de jó olvasni. Igen, workshopokat is szoktam tartani, és most az olyan rossz, hogy nem tudok veletek beszélgetni, meg hogy nem látlak titeket. De jó, hogy itt vagytok. No, oké, köszönöm a kérdéseket, bocsánat, hogyha van olyan, amit nem olvastam föl. Ha esetleg utólag merül fel bennetek valaki, vagy valami, akkor azt nyugodtan küldjétek el nekem, igyekszem rá válaszolni, és amit el kell mondanom, az az, hogy... hogy a következő ilyen live az május 27-én lesz, 19 órakor, ez egy csütörtök lesz, és akkor a mérgező kapcsolatokról fogok beszélni. Kicsit az abúzusról, narcisztikus karakterről, főként a mérgező kapcsolatokról. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, akkor május 27-én is várlak titeket szeretettel, ez majd a Rajzs Facebook oldalon, meg az összes Instagram, meg mindenféle oldalon lesz promotálva. És hogyha izgalmas volt, akkor kövessetek be Instán, Facebookon, YouTube-on, és mi van még, olvassátok a blogomat, ezen van. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy ilyen aktívak voltatok, és akkor megpróbálok most innen kilépni, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!